Román Radev maradt Bulgária elnöke, miután az elnökválasztás második fordulójában fölényesen legyőzte kihívóját, Anasztas Gergyikovot. A jelenlegi kormányfő kétszer annyi szavazatot kapott, mint a volt miniszterelnök Bojko Borisov által támogatott ellenfele. Mindhárom közvéleménykutató cég 63% és 65% közé jósolja Radev eredményét, szemben Gergyikov 32-33%-os arányával. Gergyikov, a Szófiai Egyetem rektora elismerte vereségét, és sajnálatát fejezte ki, amiért nem tudta meggyőzni a bolgárokat, hogy képes egyesíteni a nemzetet. A szavazás utáni első beszédében Radev a pártokhoz fordult. Sürgette őket, hogy alakítsanak kormányt, indítsák el az igazságügyi reformokat, küzdjenek a koronavírus járvány ellen, és hozzanak intézkedéseket a kiszolgáltatottak védelme érdekében a magas energiaköltségekkel szemben.